nyaralni is félek elmenni, mert nem tudom, hogy arra jön egy őrült, egy terrorista, vagy egy egyébként is őrült, de azok őrültek is szerintem, aki ilyet meg tud csinálni. Én megmondom őszintén, engem nagyon rosszul érintett ez. Én félek. Majd el fog múlni, de én most ezekben a napokban félek. Én azt hittem, hogy az én életemben ez már nem történhet meg, ugye, mert még a második világháborúban kisgyerek voltam, igazán nem tudtam sok mindent róla. 1956-ban én 17 éves voltam, és egy 17 éves fiatalban igazán még nem érti az egészet. Láttam mindent magam körül, de a belső tartalmát még nem éreztem igazán. Mert mi el voltunk vakítva, ugye Rákosi elvtárs népünk ma erős vár, vigy a győzelem, énekeltük, mit tudtuk mi gyerekek? Hogy kellett énekelni nyilván. Hát kell, meg boldogan ott énekeltünk. Nem tudtuk, hogy milyen... Mi van mögötte. Mi van mögötte, hogy mennyi szörnyűség van itt mögötte. Legfőbb ok az, hogy én szüleimet soha nem hagytam volna el. Én olyan kapcsolatban voltam a szüleimmel, hogy nekem ők egy olyan támaszok voltak, egy olyan biztos pont az életemben. Már rég híres énekes voltam, és még mindig ők adtak nekem. De apámat 88-ban ment el édesapám, mai napig nem tudom elengedni. A cél György, vagy igen. Az életemben nem láttam. Kádár Jánossal egyszer találkoztam az Operett Színháznak a szünetébe, egy operettet néztünk meg, és úgy megijedtem, hogy nem mertem, rám nézett, és megijedtem, hogy szóval a jó napot, Korda elvtárs, jó napot kívánok, még csak nem is mondom, nem ismertem világon senkit. Generációkon átívelő népszerűség, igazi közönségkedvenceket hívtunk a mai Mandiner karakterbe, Balázs Klári és Korda György. Szervusztok! Szervusz, köszönjük, hogy meghívtál. Egyrészt mi köszönjük, hogy itt vagytok, és köszönöm, hogy tegezhetlek titeket, ez nagy megtiszteltetés számomra. Meg az, hogy itt vagytok, mert hogy beszéltük és láttuk is, hogy ti mostanság jó pár éve egyáltalán nem nagyon adtok interjút, és podcastokba se jártok el. Mi ennek az oka? Elmegyünk podcastra, ha van időnk, olyan helyre, ahol úgy érezzük, hogy most mondhatunk valamit. Mert annak sincs értelme, hogy beülünk egy podcast, és aztán, hát akkor hány fellépésük volt, meg ízé, meg hogy... De lehet, hogy az is érdekes, Gyuri. Az is érdekes, minden esetre köszönöm a Mandiner nevében is, és itt aztán tényleg mondhattok mindent, mert elég sok témával készültünk. Hát kérdezz. Kérdezni is fogok, kérdezni is. Lehet, hogy olyanokat is, amikre nem is számítasz. Az idei évnek tulajdonképpen az egyik nagy eseménye a ti életetekben, és rögtön egy ilyen személyes szállal kezdhetnénk, hogy végül is elköltöztetek, átköltöztetek az új otthonotokba, ha jól tudom, a nyár elején. Belaktátok? Sikerült belakni az új helyet? Na? Őszintén? Most ez egy férfi szemszögből nézve, igen. Hát nekem egy kicsit szűkös a dolog. Ugye 350 négyzetméterben mentünk, 100 négyzetméterben. Nem találom igazán azokat a helyeket. Hát azokat nem találod. Mi keresed? Keresem, és ami ellen legjobban szüköltem, hogy egy kicsit fürdőszobák kicsik, az most megváltozott. Tudnék, olvastam a hírekben, hogy Sophia Loren, hát idősebb emberekről van szó, velem együtt, elcsúszott a nagy fürdőszobájába, és eltört, ugye, combnyaktörés, medence csont, az életét bordák, küzdenek. Válcsont, mindenek. És akkor eszembe jutott. Nem, én mondtam, látod, Gyuri? Látod? Hogy micsoda előnyei itt vannak a fürdőszobában, rögtön pici, ott a fal. Hogy mindenütt van fa. Úgyhogy ebben most már kezdek. Hát a korábbi fürdőszobánk nagy volt, és márvány volt, és gyönyörű volt, de tényleg ott azon, ha elcsúsz,
hozott volna valamelyikünk, az komoly volt. Akkor ez egy életbiztosítás, ez így az van. Új lakás. Tehát én mindig azt mondom a Gyurinak, amikor reklamál, hogy Gyuri, nézd a jó oldalát, gyere ki velem este, kiül biciklizni, kint van a szobabiciklija, a teraszon, az egész várost látjuk. Az valami olyan, nem tudom, de én ha hajnal 2-kor érünk haza, én akkor is teszek egy kört, nagy 160 nézetméteres terasza van, mert meg fölnézek az égre, látom, hogy akkor már máshogy áll a holdhoz képest, a göncölszekér, meg mindig keresem a csillagokat, és gyönyörű a város, gyönyörű, az tényleg olyan látvány, amikor este mindenhol és égnek a fények. És tippelünk, hogy ez most mi? Hol van? Mondjuk a régi helyen is tudtatok volna csillagokat nézni, nem? Tehát oda is... Ott nem voltunk nem annyira volt ilyen, magasan. Nem volt ilyen kilátás. Nem volt ilyen kilátás. De a biztonsággal kapcsolatban, bocsánatot kérek, egy kicsit muszáj erről beszélnem. A fellépéseken is vigyáznak rám. Lehet, hogy sokan azt mondja, jaj, nézd oda, segítenek neki, már nem tud felügyelni. Nem igaz. Na, ha felszaladnának azon a lépcsőn, amin mi járkálunk. Nem igaz, mert sokszor olyanok a lépcsők, hogy nem egyformák. Igen. Ha jövünk le, el vagyunk vakítva, elég egy mellé lépés, és nagyon nagy baj csinál. Úgyhogy mellettem mindig ott van 2-3 ember, és így. Hát meg Klárika. Meg én is ott vagyok, és belénkarok, de... Viszont itt meg a kocsiból kiszáll, beszáll a liftbe, és a lift megáll a lakásba. Tehát nem kell se lépcsőzni, semmi. Tökéletes. Azt gondolom, hogy szortírozni azért megpakolni biztos, hogy nem lehetett olyan könnyű. Hú, ha azt most elsorolnám, hogy mi mindent adtunk oda, utoljára tegnap. Tegnap a tetsz. Az én cuccaimat, ruháféléket, ágyneműket, takarókat, őrület. Nem férünk el. Márából úgy kezdtük, hogy amikor ugye eladtuk a szállodát, az összes szobának a teljes berendezését odaadtuk. Már ágyakat, lámpákat. Kórházaknak, nővérszállónak, idős otthonoknak, gyerekotthonoknak. És mint a 3 vagy 4 évvel ezelőtt újítottuk föl, ez egész szállodát. Ezek új bútorok volt, szépek voltak. Érzelmileg milyen volt összepakolni? Mert azért csak egy jóval kisebbbe mentetek. Tehát... Nem. Ha hiszed, ha nem. Nagyon jó először adni. Először éreztem életemben, hogy milyen jó adni. Igen. Na, eddig csak azt éreztem, milyen jó kapni. Igen, de ha azt le tudnám írni a tekinteteket és azokat a boldog arcokat, hogy egy hófehér bőr fejtámlájú ágyat, hogy ez most milyen szép lesz, és a hozzávaló éjjeli szekrények. Szóval annyira boldogok voltak, hogy én biztos vagyok abban, hogy adni jobb. El szoktatok menni arra? Én sétáltok? Még nem voltam egyszer sem. De én eltévedtem. Én nem voltam egyszer sem. A Gyuri egyszer sem volt, én meg automatikusan oda mentem haza. Bevásároltam, és megállom itt, te jó Isten, mondom, hát nem itt lakunk, nagyon rossz érzés volt. Mikortól nem működött egyébként a villa hotelként? Március csak elsőjén. Amikor ugye szerződés szerint... Lezártuk március 2022. 2022. március 1-ig. De gondolom 31, biztos, a vége 31. volt. Biztos vagyok benne, hogy mint szállodát érzékenyen érintett, hát persze először a Covid, mert ugye így időrendben rakom össze, nagyjából előtte újíthattátok fel. Igen. Igen. Az egy szomorú történet volt ez a Covid, de mindenkinek az volt, aki vendéglátással vagy a szállodaiparban dolgozott. Vagy vendégvárással. Vagy vendégvárással. Ugye megszűnt a szálloda, nem voltak koncertek, nem akarok panaszkodni, de elég nehéz helyzetbe kerültünk, szóval hirtelen lakott. Igen, mindenkit megtartottunk, tehát nem csináltuk azt, hogy akkor most már szélnek menjen mindenki, amerre lát, hanem vártuk, hogy akkor mi lesz. Az alatt a fizetéseket kellett fizetni, a rezsit kellett fizetni, hihetetlen összegekre volt szükség. És akkor ugye a rezsi az meg ráadásul tavaly meg is ugrott, ezt nyilatkoztátok több helyen, hogy az egyik fő ok, amiért eladtátok, hát igen, az is. Ugye
nem a legmodernebb fűtés volt, ugye nem ez a hőszivattyús fűtés most volt. Most nincs gáz a lakásomban. Azért arra átalakítani egy ekkora szállodát, az több 10 millió forintos költség volt. Viszont lett volna. Ha bevállaljuk. Ennek viszont nagyon nagy volt a rezsie, tényleg. De nem panszképp mondom, mert másnak sokkal nagyobb bajai vannak. Hát az utolsó gázszámla a 300 négyzetméteres, vagy 350 négyzetméteres lakásunkra egy hónapra 1 millió forint volt. És akkor kihívtam bevizsgáltatni az órát, hogy ez biztosan benne van-e ez a fogyasztás. És azt mondta a szakértő, hogy Klárika, ez benne van az órában. Mondom, de hát nem is fűtjük, már eladtuk a kazánokat is. Azt ez benne van az órában. Egy hónap alatt, hát ez nagyon furcsa. Fizesse ki. Úgyhogy kifizettem, de ez nagyon megmaradt a végén. Tokcsikorgatva gondolom. Azt a számlát eltettem azért ebben. De nem is volt kazán. Már nem volt. Tudod, már kazán. Tudod, milyen volt ez? Drága anyám még élt, 1993-ban hagyott ott, 79 éves, és előtte 2 évvel, 77 évesen jött Gyurikám, azt kaptam, mint egy papírt, a nyugdíjából levontak 2500 forintot, volt 6000 a nyugdíj, hogy 90-nel száguldoztam Budapesten. Soha az életben nem volt kocsia, nem volt jogosítványa. Hát ezt nem értem is, bementem. Egy hölgy fogadott, egy rendőr, főhadnagy asszony, nagyon kedves volt. Azt mondjam, hát az édesanyám, hát nem volt soha, hogy nem tudok mit csinálni. Ez már benne van a rendszerben. Kész. Mentem haza, azt mondja anyám, elintézted, fiam? Persze, itt van, visszaadták szó nélkül. És kifizetted? Persze. Okokozati összefüggés, mert ugye, hogy az energiaárak az a orosz-ukrán háború után nőttek meg. Kronológiailag majd szerintem erről is érdemes beszélni, de nyilván nem készültünk erre, főleg amikor ugye ezt a beszélgetést terveztük, és egy nagyon súlyos izraeli terrortámadáson vagyunk túl, 4 napja történt, szerintem nem tehetjük meg ezek után, hogy így elmenjünk mellette. Mit szóltatok, hogyan fogadtátok a hírt, amikor, mert tudom, hogy hírkövetőek vagytok, amikor láttátok azt, hogy mi történik. Én megnéztem minden csatornán a híreket, a CNN-t is megnéztem, egy külföldi csatornákon is van, amikor akarok tájékozódni, meg a magyar csatornákat is. Hát ez valami embertelen dolog. Ez valami borzalmas dolog, ami ott történt. Most mindegy, hogy ki vagy hogy, de így bosszút állni a másik embercsoporton, hogy csecsemőket lemészárolni, és speciál közvetlenül is van ismerősünk, akinek a nagybátyját ott megölték, a tolókocsis feleségét annak a férfinek elvitték valahová, azóta sincsen meg. Tehát, hogy... Mármint saját rokonokról, ismerősökről? Ismerősök. Nem rokon, de hát sírva hívott föl, hogy képzeld el a nagybátyámat megölt. Minden évben ott nyaraltunk náluk, meg a kisfiú is mindig. Szóval ez valami annyira, nekem ez olyan embertelen, és nincsen rá magyarázat. Nincs rá magyarázat. Nem lenne szabad, hogy most ez megtörténjen. Hát már egyszer volt az a nagy mészárlás, ugye a második világ, a hitleri dolgok, hogy azt gondoltam én, hogy azzal vége van, és talán ilyen nem lehet többet. De ez most itt mi történik? Hát én nem tudom, hogy nem értek hozzá, hogy beavatkozhat-e valaki más, az amerikaiak, vagy valaki más oda megye, és azt mondja, hogy térjetek már észhez. De nagyon félek attól, hogy ezután sok repülő le fog esni, és hogy a Hamas ugye megindul, és még különböző helyeken terrortámadásokat csinálnak. De nagyon érdekes, mert mi készültünk évekkel ezelőtt, Egyiptomban volt, azt hiszem Hurgadán, a tengerparton egy dolog, és a Gyurival beszélgettünk, hogy egyszer ott voltunk, nem Hurgadán, hanem máshol voltunk. Sármesejken. Vagy fordítva, hogy egyszer el kéne menni. És egyszer csak nézem a híreket, és látom, hogy a napozó embereket ott mennek végig, és hasba lövik. Mondom, vége van.
Hát már a repülőn is félek, nyaralni is félek elmenni, mert nem tudom, hogy arra jön egy őrült, egy terrorista, vagy egy egyébként is őrült, de azok őrültek is szerintem, aki ilyet meg tud csinálni. Én megmondom őszintén, engem nagyon rosszul érintett ez. Én félek. Majd el fog múlni, de én most ezekben a napokban félek. Kicsit olyan, mint amikor ugye 2001-et írtunk az Egyesült Államokban. Ugyanez. Ugye? Tehát ugye? Hol lehet ennek a vége? Gondoltátok volna, hogy 2023-ban arról beszélgetünk, vagy arról is szót ejtünk, hogy mi történt Izraelben, vagy mondjuk a keleti szomszédunk keleti végeinél háború zajlik? Valami... Én azt hittem, hogy az én életemben ez már nem történhet meg, ugye, mert még a második világháborúban kisgyerek voltam, igazán nem tudtam sok mindent róla. A szüleim ugye meséltek, de azt hittem, hogy ez nem létezik, hogy béke van a világban, és nem érzi az ember, hogy ilyen rejtett tüzek vannak, amik aztán föllobbannak. De ez mindent fölülmúltat, az, hogy kisgyerek fejét levág, erre nincs magyarázat. Talán azt gondolom, hogy te ráadásul jobban átérzed ezt, mert ugye azért te csak átélted 1956-ot, ha az rövidebb ideig is tartott. Igen, de 1956-ban én 17 éves voltam, és egy 17 éves fiatalban igazán még nem érti az egészet. Láttam mindent magam körül, de a belső tartalmát még nem éreztem igazán. Mert mi el voltunk vakítva, ugye Rákosi elvtárs népünk ma erős vár, vigy a győzelem, énekeltük, mit tudtuk mi gyerekek? Hogy kellett miért? Énekelni nyilván. Hát, gyerekek boldogan ott énekeltük. Nem tudtuk, hogy milyen... Mi van mögötte. Mi van mögötte, hogy mennyi szörnyűség van itt mögötte. Sőt, azt olvastam, hogy a szüleid bezártak egy fáskamrába arra az időre, hogy... De jó, hogy bezárt. Ezt se értettem, ugye, mert ugye az osztálytársaim nagyon sokan diszidáltak, elmentek. Jöttek, értem, hogy menjünk. Én nem tudtam, mit mondtam apámnak, hát miért? Nem csináltam semmi rosszat. És vigyáztak rám, nehogy elmenjen. De jól tettük. Nem mentem volna, csak... De milyen egy fáskamrában lenni? Tehát, hogy amikor ezt így olvastam, azt nem tudtam elképzelni, hogy egy fiatal fiú, egy 17 éves fiú be van zárva egy fáskamrában. Mit lehet ott csinálni? Hát, unatkozni az biztos. Na, most azért ezt ne úgy képzeld el, hogy egész nap be voltam zárva, csak nem találkozhattál. Amikor jöttek ezek a osztálytársaim, meg a barátaim, akkor mondták, Gyuri nincs itt. Tehát nem, akkor zártak be. Ha jól tudom, akkor ugye mondtad is, hogy nem akartál elmenni nyugatra, és a későbbiekben sem akartál elmenni soha. Nyugatra. Soha. Miért? Annyian indulnak meg körülötted. Megmondom neked, több oka is volt rá. A legfőbb ok az, hogy én szüleimet soha nem hagytam volna el. Én olyan kapcsolatban voltam szüleimmel, hogy nekem ők egy olyan támaszok voltak, egy olyan biztos pont az életemben. Már rég híres énekes voltam, és még mindig ők adtak nekem. De apámat 88-ban ment el édesapám, mai napig nem tudom elengedni. Ez az egyik. A másik, meg nem is tudtam volna elképzelni soha, hogy én máshol éljek. Életvitelszerűen. 35-ször voltam kint Amerikába föllépni, 40-szer Kanadába, 10-szer Ausztráliába. Jól éreztem magam, de amikor jöttünk haza felé, az olyan jó volt.
Az egy olyan biztonságérzet volt. Már amikor a repülő átjött, Európa fölött voltunk, én akkor kezdtem megnyugodni. Most Olaszország már vagyunk, most Ausztria, és már itt. Na hát már kint voltunk 6 hónapja, tehát a 43-44. Évből 10 évet nem voltunk Magyarországon. Hát volt olyan, hogy több mint egy évet voltam. Igen. És sosem szédített meg ott a kis agyban hátul az, hogy esetleg lehet ebből egy nemzetközi karrier? Nem. Hát nem. 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 Engem egy újság címlapra kértek pedig, és aki azon a címlapon megjelent, a Toronto Sun című újság tetején, azokból mindből lett valami. És akkor nem, a vasfüggöny hát nem énekes. Nem énekes, de más. Más, egy hírnévre lehetett igen, volna szert. Igen, igen. Nem, bejött mert bárki a, bármit mond. Nem. Nem hittem el, hogy ez lehet. Mond. És ő sem. Egy magyar előadónak Amerikába, vagy Kanadába, vagy Ausztráliába karriert csinálni, majdnem szinte egyenlő a lehetetlen. Hát látod, viszont Gábor Zsazsa, igaz, hogy ő házasságaiban. Másik történet, igen, de nevet lehet csinálni, igen. Ez a kérdés, hogy hogyan. Hogyan, ugye? Ez igen. Egy másik dolog. De ugyanakkor mondhatod, hogy ott volt kint Jávor Pál, Szabó Sándor, egyik se tudott igazán... Kabos Gyula. Szóval te objektíven tekintettél erre, hogy nincs... Én objektíven, tehát így lehetett volna próbálkozni, de ahhoz egy olyan menedzsment kell, egy olyan körítés, egy olyan segítség. A kintieknek is nagyon nehéz kitörni, és nagyon tudnak. Tehát nagyon nagy tudnak. Ott nem lehet mellé beszélni, ott kevés ez ilyen duma. Ott tudni kell. Mondjuk akkor nem is ismerted volna meg Klárikát. Az meg egy másik dolog lenne. Igen. Ez is érdekes, igen. Bizonyám. Akkor is, mikor megismertem, akkor is onnan jöttem haza. Los Angelesből, Las Vegasból. De ez így kellett, ez karmikus dolog. Tudod, meddig jutottam el nemzetközileg így Amerika szintet, mondom. Las Vegasba, egy Dán nevű hotelbe énekeltem délután 4-től 6-ig. Egy hajó volt a recepción. Képzeld el, de rendesen a vízbe. Az a lobby lehetett, nem a lobby. A lobby. Már nincs a szálloda, ugye 20 vagy 15 év után. Azt hiszem, le kell rombolni a szállodákat. Nem és tudom, 20 vagy 20. És újjaépíteni. Eddig jutottam el. Ez is szerintem egy hatalmas szó, de értem, hogy miről beszéltek, és abszolút szerintem elfogadható, hogy itt volt dolgod, plusz ugye a családi kötelék is ide húzott erősen. Igen, de Európában se tudtam volna elképzelni máshol, pedig Európában nagyon sok helyen léptem fel. És ott nem magyaroknak. Többször kihangsúlyoztad, azt megfigyeltem, hogy az ilyen nagyobb lélegzetvételű interjúban mind a ketten mondjátok, hogy nem politizáltok. Nem tehetitek meg, hogy politizáltok. Miért? De megtehetnénk. Bocsássak, nem az, hogy nem politizálunk, hanem én most a saját véleményemet mondom, most teljesen, most nem Korda Györgyné Balázs Klárja, hanem csak közényemet mondom. Én. Az életemet és a pályámat az emberektől kaptam. Nincs jogom azt mondani, hogy ilyen bőrszínűnek, olyan vallásúnak, vagy olyan politikai állásfoglalású embernek nem énekelek. Mindegyiknek egyformán énekelek. Sosem. De, bocsánat, de a magam véleménye megvan. Ennyi az én politizálásom. Én meg mindig úgy gondolom, hogy lenézek a nézőt, a színpadról, a nézőtérre, és ott vannak fiatal, minden generáció ott van. Ez is egy nagyon egyedi eset. És nem, nincs jogom, meg nem is akarok különbséget. Hogy lehet különbséget tenni, hogy ő most jobboldali, vagy baloldali, vagy mit gondol a világról? Azért vagyok ott fönt, mert ők eljöttek, mert ők szeretnek minket, és nekünk
nekem magyarok vannak. Nekem minden néző magyar. És én szeretem őket, és ők is minket. Sosem akarta a politika benneteket megkeresni? Ilyen-olyan oldalájatok, ideájatok oda, vállaljatok esetleg nagyobb szerepet valahol. Nem kell most nevet meg pártot mondani. Nem, csak mondok valamit. Ugye 58-ban kezdtem el, hát azt nem tudtam, mi ez politika, nem ismertem én a világon senkit. Ugye aki a művészettel foglalkoztam, a Cél György, vagy igen. Az életemben nem láttam. Kádár Jánossal egyszer találkoztam az Operett Színháznak a szünetébe, egy operettet néztünk meg, és úgy megijedtem, hogy nem mertem, rám nézett, megijedtem, hogy szóval a jó napot, kordeltás, jó napot kívánok, még csak nem is mondom. Nem ismertem világon senkit. És tudod, mi az érdekes? Kim voltam rengetegszer, ugye így, amerikai, soha nem mondta senki nekem azt, most őszintén, hogy kordeltárs, hát azért maga annyit van kint, talán mondana egy-két, tudod, ez soha. Még arra is gondoltam, hogy ezek hülyének néznek engem, biztos, hogy nem szólnak. Mivel érhetted ezt el egyébként? Nem tudom. Te, nem tudom. De más, az életbe meg nem néztek egy csomagomat. Ja, amikor jöttünk haza, igen. Amikor jöttünk haza. Igen. Valószínűleg tudták úgy is, hogy semmi nincs nálam, vagy valami. Ez mit jelent, nem tudom. Lehet, hogy bejött, lehet azt mondani, nem, hogy madártávlatból néztetek minden ilyen igen. dologra. Abszolút. Nem? Abszolút, igen. És azt gondolom, hogy a közönségnek a szeretetétől is nagyon sok függhet, nem? De azért azt én megjegyezném, hogy nálunk nincs olyan, tehát vannak barátaink, hogyha már őszinték vagyunk, a jobb oldalról is, és a bal oldalról is. Tehát mi nem úgy válogatjuk, hogy ja most akkor az van kormányon, akkor azokkal nem állunk szóba, hanem mi 30-40 éves hosszú barátságok vannak, amik megmaradtak, és nem az szerint, hogy most ki milyen. Nagyon sokszor leülünk beszélgetni, vacsorázni, pókerezni, és politika sehol nincs. És ül a jobb oldalról is valaki, és a balról is. Nálunk igazi demokrácia van. Ezt meg kéne tanulni az embereknek szerintem. De az meg kell tanulni kártyázni. Hát, igen, a kártya mindenek felé. De erre nagyon büszkék vagyunk. Hogy mi ezt így tudjuk, és a mi életünk az olyan, hogy akit szeretünk, azt szeretjük, nem azért, mert ilyen vagy olyan pozícióban van, hanem mert a barátunk. Beszéljünk a legkellemesebb témáról szerintem, a közönségről, a közönség szeretetéről. Azt mondjátok meg nekem, hogy mi lehet, ez egy jó sablonos kérdés, már-már demagóg is, a sikertitka, hogy generációkon átívelően kedvelnek benneteket. Hát ez nagyon nehéz kérdés, jobban örültem volna, hogyha őket nem tőlünk kérdezed meg, hanem őket. De én kíváncsi vagyok, hogy ti mit éreztek ebben, meg mire gondolhattok, hogy lettetek egy ország Klárikája, meg Gyuria? Igen, a Klárikának mindig mondom, mert néha azért prüszköl, hogy hát ugye 44 éve énekelünk együtt, és nem hát, prüszkölök, Gyuri. Hogy és úgy szól a hangja, hogy ez valami csoda, de hát nincs, miután állandóan duetteket énekelünk, nincs annyi. A kibontakozásra gondolsz? Na, igen. De egyszer kibontakoztam, és csináltam egy CD-t, és azt arra nagyon büszke vagyok. De mindig az megkapom, hogy nem mondom, Klárika, hol van az az énekesnő, aki elérte azt, mint te, hogy amikor
azt mondják, hogy Klári vagy Klárika, mindenki Balázs Klárira asszociál. Ezt sokkal nehezebb elérni, mint az, hogy van két slágered. Az is nehéz. De teljesen igazad van. Én azt gondolom, hogy Klárikát soha nem zavarta azt, hogy duettben csináljátok. Nem. Nézd, más szólistának lenni, és más duett partnernek lenni. Ezt a fajta karriert nem tudta más utánunk csinálni, többen megpróbálták, azóta se. Tehát ez egy kuriózum. Én erre nagyon büszke vagyok. Nem beszélve arról, hogy a Gyuri a sztársága tetején indította ezt el, hogy akkor énekeljünk együtt duettet. Tehát megcsináltunk egy újfajta karriert. Ez szerintem egy nagyon nagy dolog, és én nagyon büszke vagyok erre, és már régen nem prüszkölök, Gyuri. Hát, akkor jó. Én a vokálozást imádom, azt lenézik. Az egy olyan komoly munka, és olyan tisztán kell énekelni, mert különben diszonáns, hamis, rossz, használhatatlan. Néha hallok ilyeneket, és sztárénekesek mögött, és nem tudom, hogy miért nem hallják meg, mindegy, ez nincs közöm, de amikor az ember vokalista, akkor egy hangszer. Tehát akkor én egy hangszer vagyok, tudni kell visszavonulni, és szolgálni azt a szandot, amire szükség van ahhoz a dalhoz. Ha duettet énekelsz, akkor az arról szól, hogy egymáshoz alkalmazkodni. Ahol neki van dolga, nekem kell visszavonulni, vagy ha olyan a helyzet, segíteni a másikat. Ez egy nagyon érdekes dolog, a duett éneklés, és nagyon Freddie Mercury filmjét néztem valamelyik nap, a dokumentumfilmet, nem azt, ami a mozifilm, hanem végig ő volt benne, a dokumentumfilm volt az életéről, és a Montserrat Caballé-val csináltak ugye duettlemezt. Barcelona. De az a teteje, az volt, hogy elhatározta a Freddie Mercury, hogy ő duettet fog énekelni ezzel a világsztárral, a Montserrat Caballé-val. Tehát nem írt duettet sose. Azt nyilatkozta, hogy nem is tudtam, hogy kell duettet írni. És mégis megírt egy 10 dalból, vagy 12 dalból álló nagylemezt, aminek a csúcsa a Barcelona volt, és nem is akkor írta, amikor volt az olimpia, hanem felújították már, hogy még szimfonikusokat tettek rá minden, és akkor jött a barcelonai olimpia, és akkor dobták be. Hát ez valami akkora durranás volt, ez az ember egy zseni volt, és a Kabely elmesélte, hogy neki is olyan élmény volt ebben részt venni, mert a duett éneklés az más. Az valamitől más, valamitől több érzelem van benne. Ugyanakkor egy biztonságérzet, hogy ketten vagyunk. Nagyon összetett dolog. Meg kell, hogy mondjam, hogy igenis imádom. Nagyon sok igényes dalt elénekelhetünk, ami olyan szempontból igényes, hogy nem azok a fajta slágerek, amiket tőlünk ismernek, hanem hát ott bizony produkciók is vannak. De hát mivel a klasszikus műfaj Magyarországon egy picit háttérben van, de most már kezd előjönni, hál' Istennek, ezzel a tehetségkutatóval, a virtuózokkal azért kezdenek ezek a hangszeres és az opera műfaj és a klasszikus dolgok előjönni, nagyon fontos. Mert a könnyű műfajba is kell ez, nagyon jó, amikor és én úgy is csináltam az én nagy lemezemet, önálló lemezemet, hogy a klasszikus műfajt áthoztam a pop műfajba. Gyönyörű dolgok születtek rajta, de hát mégis az a sláger, hogy a Mamma Maria talált ki, a Reptér, mondtam a múltkor a Gyurinak, Gyuri, figyeld meg, mindig mondják ezt a Repteret, hát majd eljutunk oda is, hogy a műsorba eljön. Mondom, tudod mit? Énekeljük el 13-szor a Repteret, azt menjünk haza. És bejött, és működik. Egymás után 13-szor lenyomjátok, akkor is működik. Színpadon mondtam, és nevettek. Nagyon nevetett a közös. Mondtak, hogy jó! Egyet nem elfelejtett azért a Klárika erről a duett
ami nekem nehéz volt. Nehéz volt azt mondani, hogy mi. Mert én eddig csak állat, az én. Ő egyke gyerek. Én meg egy nagy család voltam. De nem, én egy szólóénekes voltam. Igen. Nem voltam én Korda Balázs, én Korda György voltam. És azért azt valahogy lelkileg meg kellett érni, hogy készek. Tehát közös. Tehát nem csak én vagyok. De sikerült, szerintem ez abszolút jól sikerült. Mi abban a titkotok, hogy a fiatalokat hogy kell ma zeneileg megszólítani? Szerintem a ti korosztályotokból, ti vagytok az egyetlenek, akik meg tudják szólítani a fiatalokat. Ha csak a repteret nézzük, amit Klárika felhozott. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert tulajdonképpen ugye mi nem ugyanazt a zenét csináljuk, ami áll most a fiatalok zené, egy Azaria, vagy Valmár, vagy Manuel. Mi konzekvensen a saját zenénket csináljuk, és a kérdésed, hogy mi a titka, talán a konzekvencia az egyik titka, hogy ezek az emberek maradtak egymás mellett, maradtak az igényes zenéjüknél, maradtak az elegáns ruháknál. Igen, tehát és az, önazonosak. És igen, önazonosak vagyunk, és sok... És igen, érzik, hogy nagyon szeretjük igen őket. Van egy jó történeted is, úgy hallottam, egy villamosos. A villamosos? Elmondja? Igen. A második kerületben ott, hol? Margit Körutca, Török utca, Sarkán. Meg voltunk hívva egy ilyen alternatív színháznak a megnyitására, és ott megy el a villamos előtte, tehát közvetlen, csak egy sínen. És este, amikor vége volt, jöttünk ki, taxit rendeltünk, mert nem lehetett ott megállni. A taxi jött, milyen a Murphy, jött a villamos, este 10-kor. Én beszélgettem az embereket, csak hallom, hogy őrületes csilingelés, csörömpölés, oda nézek egy fiatal ember, aki vezette az... Igen. Fogtam, oda mentem a taxihoz, és a fiatal embernek így csináltam, bocsánat. Meglátott, eldobta kezét, lábát, Gyuri bácsi, bocsánat. Na, ezt nem tudod megkapni semmilyen pénzért. Ez nincs. És nincs olyan kitüntetés, ami ezzel fölérnek. Az is megragadó volt, amit mondtál, hogy egy alternatív színházi bemutatón voltatok. Mennyire követitek egyébként a kulturális életben zajló történéseket, mind zeneileg, mind akkor ezek szerint színpadok tekintetében? Figyeljük. Nézd, az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a második kerülethez tartozik, ez a színház, és én, amikor megkaptuk ezt a meghívót, azt mondtam a Gyurinak, ide figyelj, minket megválasztottak egyöntetűen, egyhangulag a második kerület díszpolgárának, nekünk ide kötelességünk elmenni. Ez is egy nagy dolog, például a polgármester úr azt mondta, tudod, ilyenkor a közgyűlés, igen, ahol van ilyen, meg olyan, meg amolyan, mindenki egyöntetűen megszavazta, hogy mi legyünk. Nem volt egyetlen egy ellen. Igen, és úgy gondoltam, ez egy nyiladozó, fejlődő dolog, ott kell lenni, és az is hozzá tartozik, hogy a széked alatt ott van egy boríték, hogy rád van bízva, hogy mivel támogatod. Nagyon tehetséges fiatalok voltak ott, láttunk egy estet, nagyon tehetséges énekesnő volt ott kettő, egy szuper jó zenekar, 4 vagy 5 színész, akik nagyon jól énekeltek, jól táncoltak és jól fantasztikus, adtak elő. Olyan jól szórakoztunk. Tehát ez az alternatív tehát dolog. Hogy igenis, ezeket kell segíteni. Nagyon sok fiatal van, akik nagyon tehetségesek, nem mennek el a tehetségkutatókba, mert vagy
nem tudom. Hát ez olyan, mint a... Én azt szoktam mondani, hogy a szépségversenyekre az igazán szép nők nem neveznek be. Nem tudom, hogy van, vagy mint van. Az ember kimegy az utcára, és gyönyörű magyar fiatal lányokat lát. Azok nem mennek el a... Tehát, hogy az egy külön világ. Hát ők, ezt azért nem mondom. Ők végig akarják. Mondj egy jobbat. Az igazán gazdag ember... Az nem dicsekszik a ez pénzével. És nem, igen, ez inkább ez, igen, és a másik, ami még egy nagy büszkeség, ha már arról beszélünk, hogy egyöntetően szavaztak meg, hogy amikor megkaptuk május 4-én a fonogramdíjat, az is szavazással ment, és ott is egyhangulan megszavazott minket mindenki. Ez egy nagyon nagy dolog. Szóval ez az olyan, tényleg olyan érték, amit nem lehet semmivel megvenni. Semmivel. És amikor interjúkat csinálnak fiatalokkal, azt sajtóba szoktuk látni, vagy különböző megjelenéseken, akkor amikor elmondják, hogy mit szeretnek bennünk, az nagyon érdekes hallani. Fiúk, lányok, fiatalok Sziget Fesztiválon is ott voltak, és azt mondják, hogy hát nagyon édesek, hát ezek nagyon édesek, és hogy ezek már milyen régóta szeretik egymást, és milyen jó lenne, hogyha mi is így tudnánk élni fiú-lány felállásban, hogy menyasszony és vőlegény, hogy igen, hogy most vagyunk, hát majd össze fogunk házasodni, de hogy milyen isteni lenne. Tehát van, ilyen kitartóan szeretni egymást, és igen, hogy van ilyen is, a szüleink elváltak, és igen, és hogy hát akkor látszik, hogy hát ezek így vannak, és akkor ez olyan jó, és olyan jó, és ezt mindig látjuk a színpadról is. Én kívánom nektek, hogy ezt még nagyon sokáig lássátok, és azt biztos vagyok benne, hogy ha valaki, a közönségetek imádni fog benneteket továbbra is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és szántatok ránk egy órát. Megtisztelő volt a Mandiner. Már elment az óra. Elment egy óra, jó. Bizony. A teljes te. Akkor hívjál máskor is. Gyertek, nagy szeretettel. Rengeteg sztorink van. Csinálunk egy sorozatot. Jó. Jó. Köszönjük szépen. Köszönjük. Jó egészséget. Köszönjük.